Idősügyi kongresszust tartottak a Koronaszalonban. A rendezvényre a szépkorúakkal és szervezeteikkel kapcsolatban lévők kaptak meghívást. A szervezők célja, hogy a közösségépítés és fejlesztés még hatékonyabbá váljon. Ehhez keresték közösen a lehetőségeket. Zsúfolásig megtelt Zalaegerszeg legújabb program helyszíne. A vendégeket Kocsis Gyula köszöntötte, aki arról tájékoztatott. A megyei klubok összetartása, a klubélet szervezése és az együttműködések erősítése egyaránt fontos. A pályázati segítséggel megvalósított konferencia előadásai arra igyekeztek választ adni, hogy az idősekkel partnerségben állók miben látják a közös munka sikerét. A mai konferenciát arra szántuk, hogy előzetesen akkor firtassuk azt, mielőtt válaszolnánk a pályázat kérdéseire, hogy azok, akik velünk kapcsolatba kerülnek, akár önkormányzat, akár mondjuk a sajtó, vagy más az idősekkel foglalkozó hivatalok, milyen elvárásokat fogalmaznak meg. A programon részt vett Gecse Péter, az idősügyi tanács alelnöke. Előadásában kiemelte: Zalaegerszeg számára fontos, hogy idősbarát politikát folytasson, mivel a szépkorú generációra, tapasztalataikra, tudásukra és segítségükre folyamatosan számítanak. Nagyon sok nyugdíjas klub, civil szervezet munkálkodik azért, hogy ezt az idősbarát szemléletet, ezt a jó hozzáállást Zalaegerszeg területén meg tudjuk erősíteni, és természetesen az önkormányzat lehetőségeihez mérten az éves költségvetéséből ehhez anyagi hozzájárulást is biztosít, és itt is fontos szerepe van a Városi Idősügyi Tanácsnak. Az esemény résztvevői a sajtó és a nyugdíjas szervezetek kapcsolatáról is hallhattak. Én itt az előadásban arra szeretném felhívni az idősek figyelmét, hogy keressenek bennünket bátran, mindenfajta elérhetőségen a nap 24 órájában megtalálnak bennünket, számoljanak be arról, hogyha nekik van valami rendkívüli eseményük, vagy olyan történés, ami az ő életükben nagyon fontos, akár csak egy évforduló, egy jubileum, egy eseménynek a különleges megünneplése, keressenek bennünket, és mi nagyon szívesen beszámolunk erről. Tájékoztatót tartott még a civilház és az egészségfejlesztési iroda képviselője. Téma volt továbbá a nyugdíjas klub belső szervezete és a megyén belüli együttműködés formái. Az előadások után a résztvevők megvitathatták az elhangzottakat.